Na hát, sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV. A mai nap, hát a Fallout 4-et szeretném bemutatni, ugye hát én sem maradhatok ki ennek a iszonyatosan neves és nagyon jó játéknak a bemutatásából. Ugyanakkor én szerettem volna egy picit ráhagyni a történetet több dolog miatt is. Az első az, hogy ugye hát mindenki egyszer itt elkezdte önteni a Fallout 4-es gameplayeket, végigjátszásokat, mindenféle bemutatót, és szerintem, ha én is ekkor kiadtam volna, vagy megcsináltam volna egy videót erről a játékról, akkor hát beleolvadt volna a többségbe az én kis gyöngyszemem. A második ok az volt, hogy szerettem volna vele sokat játszani, amíg meg nem csinálom ezt a bemutatót. Ugye hát most már lassan beleöltem gyakorlatilag 30 órát a játékba, lehet mondani, hogy valamennyire azért megismertem, és hát hallgassátok meg, hogy nekem mi a véleményem erről. Először is szeretném egy kicsit bemutatni az én Fallout-tal való kapcsolatomat, mivel én már az első résszel is nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam. Emlékszem, akkor egyáltalán nem értettem angolul. És még az öcsémmel ketten volt egy közös számítógépünk, és ott játszottunk, felváltva irányítottuk a karaktert, felváltva mondtuk, hogy mit csináljunk, és hát együtt döntöttünk, együtt játszottunk ezzel a nagyon-nagyon-nagyon jó játékkal. Aztán a Fallout 2 már ugye egy kicsit később jött, akkor már külön számítógépeink voltak, de még így is rengeteget játszottunk velük. Ugye ezt, aki nem tudja, annak elmondanám, hogy mind a kettő ilyen izometrikus felülnézetes játék volt, és volt egy olyan taktikai hangulata az egész történetnek. Hihetetlen jó sztoria volt ugye mind a kettőnek, és hát nagyon-nagyon sokat játszottunk vele. Aztán jött a Fallout 3, talán ez már az a korszakon volt, amikor elkezdtem talán vovozni. 2008-ban jött ki, igen, itt már durván vovoztam, és a testvérem is. A kipróbálásnál tovább én nem jutottam, szerintem ő nem is játszott vele, illetve ő sem hiszem, hogy végigjátszott a játékot. Minden esetre a Fallout 3-ban történt egy hatalmas nagy váltás a játékban. Tehát az addigi ilyen ugye felülnézetes izometrikus játék gyakorlatilag átalakult egy first person shooter utánzattá. Tehát nem teljesen az ugye a játék, mert azért nincs annyira az FPS része megcsinálva, hogy tényleg first person shooternek lehessen mondani. De átalakult ugye ilyen elsődleges nézetessé a játék. És belejött ez a VATS rendszer, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha te valamelyik testrészre akarsz célozni, akkor ennek segítségével megállítod az időt, vagy lelassítod a Fallout 4-be már az időt, és ennek segítségével kiválasztod, hogy melyik testrészre szeretnél lőni, és akkor lősz. Ugye értelemszerűen, hát régen mondjuk, ugye én mindig a Fallout első két része mindig szemre lőttem, de ugye ezt az új részben már a Fallout 3-ban nem tudom, arra nem emlékszem, a Fallout 4-ben már biztos nem lehet megtenni. Ezzel azt akarták elérni a készítők, a 3-ban és meg a 4-ben is szerintem, hogy megmaradjon ez a kicsit, ez a taktikai eleme a játéknak, hogy te le tud állítani az időt, át tud gondolni, hogy mi fog következni, és erre milyen választ szeretnél adni. De én szerintem ez nem jött össze. Sőt, bizonyos esetekben Ez a VATS rendszer, ez még rosszabb is, mint az FPS, tehát sokkal rosszabb hatékonysága van, mint hogyha egyszerűen csak ráközelítenél és elkezdenél lőni. Egy sniperrel, egy tárcsás puskával például, ha nem vettek még észre, akkor egészen egyszerűen teljesen fölösleges használni ezt a VATS rendszert, mert míg, hogyha távol van a célpont, míg a VATS rendszerre, mit tudom, van 10%-ot, hogy eltaláld a fejét, addig, hogyha manuálisan csinálod, szinte 100%, hogy beletalálsz, tehát eltalálod. Úgyhogy gyakorlatilag ennek túl sok értelme így nem lett. Egy érdekesség, és én szoktam használni igazából, de egy picit szerintem ez nagy hiba, hogy ennyire lebutították, illetve lehetett volna mondjuk sokkal erősebb, vagy sokkal több perket például belerakni erre a vacra. De hát ez a helyzet.
Az első, amit megláttunk, és amiről nagyon-nagyon sokat olvastunk már a megjelenés előtt, igazából az a grafika. Sokan mondják azt, hogy a Fallout 4-nek a grafikája tök ugyanolyan, mint a Fallout 3 grafikája. Hát ezeknek az embereknek azt szeretném mondani, hogy ez egy akkora oltári nagy baromság, hogy nem tudom, hogy fér ki a száján. Mert igaz, hogy ugyanazzal a motorral készült a Fallout 4, és az is igaz, hogy nem lehet a mostani csúcs legszebb grafikájú játék közé sorolni. Ez 100%-os igaz. De 60 FPS-sel megy ember. 60 FPS-sel megy úgy, hogy veszek föl Full HD-ba a videót. Hihetetlen jól van optimalizálva maga a motor, maga a játék. Egyáltalán nincs benne akadás, szaggatás, nincsenek benne ilyen dolgok. Tehát igazából én szerintem sokkal jobb ez, mint hogyha egy sokkal-sokkal jobb grafikát kaptunk volna, egy sokkal rosszabb optimalizálás mellett. Ennyit igazából a grafikáról. Azt azért el kell mondjam, hogy a Fallout 4 sajnos teli van bugokkal. Nem grafikai bugokkal, mint az előbb említettem, a grafikai motor és a optimalizálás nagyon jó. Játékmeneti bugokkal, amit valószínűleg egyébként nem sokára javítanak, sőt már jött is ki hozzá a patch, de rengetegszer a szöveg ott marad, vagy nem jelenik meg. Ládák repülnek el, mert az egyik NPC hozzáér. Kellemesen teli van buggal és hibával. Én ezt megbocsájtottam a játéknak, mert olyan mélységű tartalmat találtam, és annyi tartalmat találtam benne, hogy ezeket a hibákat könnyű volt megbocsájtani. A története a játéknak szerintem nagyon magával ragadó, és ami a legjobb az egészben az, hogy ugye van egy fő küldetésszál, megpróbálok a legkevesebb spoilerrel beszélni. Van egy fő küldetésszál a játéknak. Ugye gyakorlatilag az első 5 percben kiderül meg, aki egy kicsit utána nézett, tudja nagyon jó, hogy a gyerekünket elrabolták és ő utána kell menni. Emellett úgy tudtam a játékkal 20 órát játszani, hogy egyetlen egy feladatot nem csináltam meg a fő küldetésszából. Úgy annyira sok minden történik a játékban, tehát nem csak arról van szó, hogy az ember megy, talál egy quest hubot, és az ott lévő questeket fölveszi, hanem egészen egyszerűen a világ az valahogy él. Tehát rajtunk kívül is történnek dolgok. Legalábbis hát biztos, hogy előre rendelt vagy scriptelt dolgok ezek, értelemszerűen, de az ember úgy érzi, hogy akkor is létezne ez a világ, hogyha ez a karakter nem lenne benne. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog abból a szempontból, hogy könnyű beleélni magadat a játékba. És könnyű tényleg oda képzelni magadat ebbe a helyzetbe. Ugye hát persze nem csak jó dolgok vannak a játékban, tehát akinek mondjuk nincsen egy 500 gigás SSD-je, ami a játékokat tartja, az készüljön fel arra, hogy a játék tölteni fog. És tölteni fog, és tölteni fog, és tölteni fog. Lemész a pincébe, akkor tölt. Följössz a pincéből, tölt. Kimész az ajtón, tölt. Fölmész a lifttel, tölt. Lemész a lifttel, tölt. Vannak olyan helyek, ahol gyakorlatilag úgy lehet bejutni, hogy háromszor tölt a játék. És hogyha nincs SSD-n, hanem sima vinyón van, mint nekem, azért ez elég idegesítő. Tehát nekem elő van készítve a telefonom, hogy ezeket a töltési időket addig egy kis Facebookozással, vagy egy kis internetezgetéssel el tudjam ütni, mert tényleg nagyon sokat nézem a töltőképernyőt. Amit még megjelenés előtt iszonyatosan beharangoztak a játék készítői, az ugye ez az építkezős mód. Nagyon vegyesek az érzéseim, és nekem egy nagyon jó barátom
azért is nem játszik ezzel a játékkal igazából, mert amikor megvette, elkezdett vele játszani, úgy érezte, hogy ez kötelező csinálni. És ugye kimarad egy hatalmas része a játéknak, úgy érezte, hogyha ezt nem csinálja. De ő ezt nem szerette volna csinálni, már csak azért sem egyébként, amiért én sem annyira. Mert én azt hittem, hogy lesz egy darab bázisa az emberünknek, és ugye azt az egy darab bázis szépen ápolgatjuk, építgetjük, tököm tudja. Ott megismerjük az embereket, lesznek kedvenceink, lesznek, akit utálunk, és szépen fölépítünk egy darab ilyen bázis esetleg. De sajnos nem így van, tehát van vagy 16, most éppen ott járok, szerintem olyan 10-15 darab ilyen saját épületünk, saját bázisunk van, amire mindegyikre külön-külön odafigyelni, az iszonyatosan sok idő és hihetetlen sok energia, amit én nem szeretnék erre költeni a játékban. Persze kiemelem, hogy nem muszáj. Tehát, hogy ezeket nem szeretnénk csinálni, akkor nem kötelező csinálni, és magából a történetből vagy a játékból nem fogunk veszteni nagyon sokat. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy csak akkor kezdjen neki, és akkor csinálja ezeket az építkezés questeket, meg dolgokat, hogyha tényleg szeretné. Ugye, még egy dolog, amiről szerettem volna beszélni, az a játékban a perkek, a talentrendszer gyakorlatilag. Itt 10 sorban van 7 perk soronként, tehát ez azt jelenti, hogy összesen 70 darab képességet tudunk kiválasztani, amit különböző helyzetekben lehet jó. Nagyon különböző, nagyon sokféle perk van, amit lehet választani, ki lehet választani, ugyanakkor semmelyik sem, legalábbis én nem találtam olyat, ami olyan lenne, hogy kihagyhatatlan, hogy amit nem lehet megkerülni. Én szerintem mindegyik egy kis, inkább csak egy kis, tehát nem könnyítést ad a játéknak, hanem inkább színesíti ezt a játékot a legtöbb ilyen perk. Persze nyilván vannak olyanok, amivel több XP-t kapsz, de általában inkább egy ilyen színesítés az egész történetnek, ezek a perkek. Tehát nem arra valók, hogy a karakteredet tápoljad ezzel, hanem arra valók inkább, hogy azt a karaktert, amit te létre szerettél volna hozni, azt valóban létre tud hozni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó megoldás. Ezen kívül ugye van a speciál, a 7 darab képesség, az alapképesség, ezekre is lehet szintenként adni, és hát a perkeknek meg van szint és képesség követelménye, tehát mint én van, hogy 25. szintet kell érni, meg mondjuk 6-os karizmát, és akkor tudod megtanulni azt a képességet, azt a perket, de szerintem ez egy nagyon jó megoldás. Mindenkinek ajánlom, hogy ne pörgesse át a beszélgetéseket, tényleg nagyon jó, ami egy kicsit, hát ilyen vegyes érzéseim vannak az a beszélgetésnek a 4 fő irányvonala gyakorlatilag. Hihetetlen le van egyszerűsítve a beszélgetés. Ez sajnos ezt már meg kell szoknunk nekem, meg nekünk, mint PC-seknek, hogy bizony ahhoz, hogy konzol kompatibilis legyen ez az egész történet, ahhoz bizony meghatározott vagy szűket keresztmetszetet tudunk csak, vagy tudnak csak a készítők bizonyos szempontokból létrehozni, és ez például itt mondjuk a beszélgetésen nagyon-nagyon érződik, hogy tehát a 4 darab lehetőség, általában van egy szarkasztikus, egy mondjuk igen, nem szarkasztikus, meg valami hülyeség, és a válaszok is nem annyira függenek a te kérdéseidtől vagy válaszaidtól, viszont tehát ez ugye annyira nem jó, mert nem annyira színes, de viszont azt azért tudni kell, hogy ezzel a rendszerrel, ezzel a lehetőséggel, tényleg még tehát ez teljesen alapszintű angol tudással is simán el lehet boldogulni a játékba, és simán meg lehet érteni azt, hogy pontosan miről van szó, és hogy mit kell reagálni, vagy mit szeretné reagálni egy-egy adott helyzetben. Úgyhogy ennek jó oldala is van mindenféleképpen. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, ha tetszett, mindenféleképpen iratkozzatok föl, nyugodtan lehet kommentelni, igyekszek válaszolni minden kérdésre, és minden hozzáfűzni valóra.
Ha valamivel egyetértetek, vagy nem értetek egyet, azt is nyugodtan lehet ide le a komment szekcióba írni. És hát köszönöm szépen, hogy végignéztetek, sziasztok!